Kedves nézőink, Rákóczi Piroska a vendégem. Isten hozott itt a stúdióban. Itt még nem találkoztam veled ebben a stúdióban. Mit szólsz, milyen szép karácsonyi díszítésünk van? Igen, és még ajándékok is vannak, amelyek egyre rejtve vannak, hogy mi is lesz az az ajándék karácsonyra. Hát ez az. Az most nem szabad még megnézni. Még nem, csak... hát még csak adventben járunk. Még csak adventben járunk. És még csak egy vasárnap volt. Nem tudom, hogy figyelemmel követted-e az előző beszélgetést. Egy kicsit néztem, és rájöttem, hogy az ötletek... ezek lebeghettek valahogy itt az éterben, hogy mások is elkapták ezt az angol szavas képes játék alapot. Így van, csak a tiéd, vagy amit te szeretnél most bemutatni, az nem memory, hanem domino. Domino, domino. Igen. Mesélj erről. A másik dolog az, még a különbség, mielőtt ezt el fogom mondani, és meg fogják érteni, nézzük, hogy miért ez a különbség, hogy ez kizárólag interneten valósítható meg, vagy legalábbis számítógépen. És hogy miért? Azért már a dominó játék alapú ez a játék, de a dominóban két pontnak kell két pontot megfeleltetni, öt pontnak kell öt pontot, mindenki ismeri a játékot. Ebben a játékban viszont angol szavakat kell megfeleltetni a neki megfelelő rajzzal, és így kell egy dominó vonalat elérni. Na most itt a mi játékunkban, mivel most még az alapvető változata van meg, ami már játszható, szórakoztató, de még nem a csúcs, amit megcéloztunk, így a gép ellen játszik a játékos. És úgy vannak megadva a szavak, hogy egy dominó sorozatban, ugye vagy 6 vagy 9 fajta dominó lehet, illetve az üres lappal együtt 10, tehát vagy 6 pontig megy el a normális dominó, vagy 9 pontig. Ez korlátozza a szavak, a gyakorolható szavak számát, hiszen egy készletben csak 6 szó lehet. Ezért mi szócsoportokat képeztünk, és a szócsoportokon belül kell megfeleltetni a figurákat, vagy a rajzokat a szavaknak. Mondjál példát, légy szíves, milyen szó? Iskola. Uh-huh. Iskola, akkor van a tábla, a tanuló, a tanító, nem tudom, ceruza, könyv és osztályterem. Ezzel úgy be is telik a dolog, uh-huh. És itt kell megtalálni angolul azt a szót, hogy school, azt a kis iskola épülettel kell összepárosítani. És ugye ez korlátos lenne, tehát ha ezt papíron csinálnánk, akkor 6 szó után azt lehetne mondani, hogy unalmas a játék. Ezért mi ezt az interneten, illetve hát egyelőre egy letölthető programban valósítottuk meg, és ebben a letölthető programban van 3 szócsoport, és ezt a 3 szócsoportot az iskola, az orvos és az időjárás jelenti, és ezeket a szavakat gyakorolhatják, akik játszanak. És volt egy érdekes megfigyelés, hogy először azt gondoltuk, hogy ez gyerekeknek lesz jó, kisiskolásoknak. És utána elkezdtük így ajánlani a baráti körben, és kiderült, hogy az idős nemzedékes sokkal jobban szereti. Ugye tudjuk, hogy ők tetriszeznek, meg memoriznak, meg passziánszoznak, és ez fölkeltette az érdeklődést sok olyan emberben, aki a szókincsét nem akarja, hogy elhújjon, hogy széthújjon. Tehát most a honlapunkon úgy beszélünk róla, hogy időseknek, zárójel és unokáiknak. Nagyszerű. El is hangzik a szó? Tehát ugye, vagy úgy járunk, mint Arany János, aki zseniálisan fordított angolból, de kimondani az angol szavakat annyira nem tudta állítólag, mert ő neki teljesen passzív volt a tudása, hiszen fordított. Fordított, igen. Igazából azt mondják egyébként, hogy Arany János kapott nyers fordításokat fordítóktól, de hát a Shakespeare drámákat tényleg azt hiszem, hogy azóta se tudta senki olyan csodálatosan lefordítani, nagyon megérezte ezt a gondolatvilágot, de mi volt az eredeti kérdés, hogy hang, a hang. Igen, tehát én elkezdek játszani, és látom, hogy ott van a, nem tudom én, a iskolapad, és én mellé teszem az angol szót egymáshoz, és akkor jaj, de jó, megjegyzem, hogy egy ilyen írásképű szó az iskolapad, de attól még nem tudom kimondani jól. Igen, hát igen, ez vagy így se, van. Se. Na most ugye minden ilyen úgynevezett kezdő, ahogy most nagyon sokan mondják startup vállalkozásnak, van egy olyan tulajdonsága, vagy élettörténeti ciklusa, amikor még csak a legegyszerűbb dolgot csinálják meg, hogy a legkevesebb
energiafelhasználással, mindenféle szellemi és fizikai erőforrás felhasználásával eljussunk oda, hogy az emberek megkedveljék, és esetleg valamilyen oknál fogva még fizetni is hajlandóak legyenek rá. És itt jön be, hogy hogy lesz ebből pénz, hogy a három szócsoport az ingyenes, a negyedik az már fizetős. És most az a problémánk ezzel az egésszel, hogy nehéz olyan letöltő helyet találni, ami ezt a konstrukciót támogatja. Úgyhogy próbálkozunk ezeknél a nagy cégeknél, nem fogom elmondani, mert reklámot nem csinálok neki, de igazából most eljutottunk arra a fázisra, hogy már saját webáruházat szeretnénk, ahol mint digitális termék lenne ez letölthető, de ehhez szeretnénk bevonni egy nem szponzort, hanem aki kap a cégből részesedért, egy befektetőt. Őt keressük most, keressük mindenfelé. Jelenleg egy olyan választ kaptunk, hogy az egyik, szintén nem akarom mondani a reklám miatt a nevét, az egyik nagy skandináv játék startup, amelyik most már talán át is jutott ezen a fázison, és most már azt lehet mondani, hogy egy középvállalkozás elég jól ismert, neki van egy úgynevezett accelerátor programja, ahova meghívtak, hogy jelentkezzünk. És mi az accelerátor? Ugye erősítő folyamatokat hajtanak végre, adnak szaktanácsot, üzleti hátteret és valamennyi befektetést is a cégbe, ezért ők cserébe részesedést kapnak. És szintén nem akarom mondani a nevét, mert ez megint reklám lenne, de az a jó hír, hogy korábban fölkaroltak egy másik magyar mobilos nyelvi játékot, ez a bizonyos skandináv cég, és 50 millió euróért vették meg őket a végén, úgyhogy most már a magyar cég megszűnt, és beépült ebbe a helyzetbe, és ez egy nagyon szép magyar siker, aminek nagyon örülünk. A mi sikerünk az nem annyira csak magyar lesz, mert a grafikákat egy pakisztáni grafikus rajzolta meg egy családapa, a programot pedig egy Németországban élő diák, egy egyetemista fiú programozta le. És ezt én innen koordináltam, és csináltam ennek egy honlapot, és ez látható most, dominotis.hu. Na de ezt mondd el, hogy hogyan jön össze pakisztáni családapa, fiatal diák, magyar anyuka, tehát ez... Hogy tudtad ezt, hogy milyen személyes kapcsolatok, vagy nem? Hogyan? Tehát ez érdekes, mert ez egy katolikus tévé, a magyar katolikus tévé. Na most van ez szintén, nem mondhatom ki a nevét, egy katolikus családapa által kezdeményezett felület az interneten, ez egy amerikai családapának a műve, amely helyen emberek jelentkeznek, hogy milyen munkákat vállalnának el távmunkába, és távmunkát igénylő mások pedig megrendelnek tőlük feladatokat. És ez annyira megvan csinálva, olyan jól, hogy mindenki megbízhat mindenkibe. Például a pénzt nekem előre be kell fizetni, hogyha akarok rendelni egy grafikát, de ezt a grafikus nem kapja meg, csak ha én leigazoltam, hogy ez a grafika jó volt, megfelelt és tetszett nekem, és meg is veszem. Tehát ilyen biztonsági tényezők is vannak benne. Na látod, hogy milyen jó dolgok vannak a világban, amiről még csak nem is hallunk. Hát ez a terület, ez nagyon ki van már alakulva. Sokan mondják, hogy mi lesz itt az új, de én abszolút hiszek abban, hogy mindig van egy új ötlet. Tehát rengeteg ember töri a fejét, meg vannak az úgynevezett véletlenek, amikor valami kibudjan valamilyen üggyel kapcsolatban. És például ez a játék is nekem úgy jött az agyamba, vagy úgy jutott eszembe, hogy megkértek a katolikus közösségembe, hogy segítsek egy kis lánynak angol tanulni, aki harmadik osztályos volt. És akartam neki mondani a szórendet, hogy alany, állítmány, tárgy, határozó, manual, place, time, és rájöttem, hogy hú, hát ezt egy harmadikos gyerek, hát fogalma nincs, mi az, hogy alany, állítmány, meg szórend, meg hát ez így nem fog menni. És olyan játékokat találtam ki, amiket játszottunk, hogyan szabadítsuk ki az állatokat a kórházból, mert meggyógyítjuk, és akkor ezek ilyen alaptörténetek, vagy hogy most hova akarunk beköltözni, a palotába, vagy a sátorba, vagy a várba, vagy... Tehát ilyen alapsztorikat csináltam, és a kislány nagyon szerette, és nagyon jól haladtunk vele, és az a kis szint, ami szükséges volt, hogy egy harmadik osztályos jó jegyeket kapjon,
ez sikerült, de a legjobb az volt, hogy kedve támadt az egészhez. Ez, azt hiszem ez a kulcs a dolognak, hogyha kedve támad tanulni egy gyereknek, akkor ott eredmények lesznek. És Piroska, még rengeteg ötleted van? Most ugye ez a fókuszban ez áll, ez a dominó, angol nyelvű dominó idős embereknek és unokáiknak, tehát egyfajta tanulás, szórakozás, de már körvonalazódik a fejedben, hogy mi lenne a következő? Hát az eredeti az lett volna, hogy olyan kártyajátékot szerettem volna csinálni, amiben a szórend úgy alakul ki, hogy ugyanolyan színű szavakat kell cserélgetni, de ugye a kártyajátéknál is kell a kontroll, hogy az a mondat, ami kijön a végén, az helyes legyen, és ez bele kell épülnie a kártyajátéknak. Most ezen töröm a fejem, már elég jól állok, de ezt nem szabad szétaprózódni, tehát nagyon kell figyelni erre a dominótiszra, hogy mi lesz a jövője, és hogy ha kapunk valahonnan segítséget, azt hogyan lehetne tovább építeni. De persze az ember lépés fejébe előrébb jár 2-3-4 lépéssel, meg vannak kitaposott utak, meg ilyen jó gyakorlatok, tehát lehet tudni, hogy mi történik, vagy mi nem történik, de egy nagyon érdekes eset még ezzel kapcsolatban előjött, hogy a startup világból ismerek valakit, aki ajánlott egy fiatal embert, hogy szakdolgozatot ír, HRS is a Corvinusra jár, és hogy meg szeretne engem keresni. És megkérdezett egy pár dologról, főleg az volt neki a fő kulcs kérdése, hogy kialakul-e a startuperekben egy ilyen startuper identitás. Na, és mit válaszoltál? Hát mondtam, hogy nem, tehát... Mert úgy kérdezte, hogy milyen közösségekhez kötődöm, és hát mondtam, hogy hát én a tornaklubhoz és a Ferences Világi Rendhez kötődöm, szóval ezek a, hát a legfőbb identitás, hogy anya vagyok, de hát ez természetes. És ez a fiatalember föltette egy ilyen kérdést nekem, hogy ha nyernék ötöst a lotton, hogy akkor abba hagynám ezt a dominótisz históriát, és mondtam neki, hogy nem. Akkor sem. Tehát akkor lenne tőkém, hogy másképp gondolkozzam a dologról, de akkor se szeretném abba hagyni, mert ez érdekel, ez foglalkoztat, ez egy jó dolog. És a legjobb lenne, ha játszanák. Hogyha keresünk vele, az nagyon jó, de ha játszanák, az talán még jobb. Úgy értem, hogy játszanák az emberek, vagy a gyerekek, vagy az idősek. Többször is hangsúlyoztat, hogy édesanya vagy, de én úgy emlékszem, hogy már meglehetősen nagy. Ó, hát ő egy komoly ember. Nem sokára diplomája lesz a Klárikának, aki akkor Klárika volt, mikor megszületett, most már Klári, igen. És hát az ő foglalkozás az illusztrátor lesz, hogyha minden egybe áll, és így elvégzi ezt a, befejezi a tanulmányait, de már a szakdolgozatát elfogadták, diplomamunkája megvan, szóval tényleg a kapujában állunk a dolognak, és ő neki az a érdekesség, hogy kisgyerekkorában rengeteg mesét mondtunk meg, mondókát, meg én kitaláltam egy kövér egerekről szóló történetet, és azt minden este kellett mondanom, és folytatnom, és stb. Nagyon szereti a gyerekmeséket, és az az élete vágya, hogy gyerekeknek illusztráljon mesekönyveket. Úgyhogy a hölgy, aki itt ült, ugye az imént, igen, Márti, igen. Ő már talán el is mondhatná neki, hogy hogy kell ezt kezdeni, bár az az igazság, hogy ahova jár, ott kapnak arra is útmutatást, hogy hogyan készítsen az ember portfóliót, azt hogyan mutassa meg kiadóknak, tehát segítik őket ebben, de hát ugye a legfőbb segítőnk úgyis az Isten lesz, aki majd kijelöli neki, hogy merre tovább. Ami miatt szóba hoztam az ő életkorát, az pusztán az azért volt, mert kíváncsi vagyok, hogy ti szoktatok-e még együtt játszani? Mert ma már a fiatalok, ha nincs korosztály, mindenki nagyon szeret együtt játszani, de ti szoktatok-e például így karácsony, ünnep időszakban? Igen. És például kártyázni és memorizni. Ez a kettő. De ugye neki van a barátja, akivel töltik az időt általában, de azért még anyával memorizni, az még jó szórakozás. Hányat játszunk? 2-3-5-5, tehát ez mindig így megy, és neki volt egy időszaka, amikor a szakközépiskola meg az egyetem között volt egy üres éve, hát akkor egy rituális kártyázás volt, hogy mondjam, tehát a napi rutinba beépült ilyen közös játék. Jól értem, hogy te otthonról dolgozol? Otthonról, igen, abszolút otthonról.
Na, akkor ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudod megtalálni az arányokat, hogy ne csak a munkáról szóljon az egész nap, hogy legyen idő, amikor leteszed, és most, hogy adventben beszélgetünk, most és pontosan azért, mert neked a Ferences harmadrend, a közösséged, azért tudom, hogy tőled megkérdezhetem, hogy hogyan tudsz akkor időt hagyni a lelki készületre így karácsony előtt. Tehát ez nem könnyű, most nagyon sokaknak erről szó volt, hogy az a home office, az otthonról dolgozás, az egy kicsit ugyan gépszíként bedarálta a szabad idejüket is. Te ezt hogyan tudod megoldani? Hát csoportosítok. Tehát meg tudom, mikor vannak a jó óráim, amikor jól tudok gondolkozni. Nekem be kell iktatni többször sétát, mert a lába miatt ez muszáj. És úgy kialakul, hogy most például az alakult ki az imádkozás idejére, hogy ebéd után, és amit minden embernél van, lefekvés előtt. Tehát elalvás előtt én mindig még mélyen átbeszélem a jó Istennel, hogy mi történt ezen a napon. Megköszönöm, amik történtek, az apró kis csodákat, meg megtervezem, hogy mi lesz holnap, és így gyakorlatilag egy szigorú menetrendet írtam ki egyszer a falamra, vagy hát a szekrényre ráragasztottam, de most már nem kell azt nézni, meg kiragasztani, mert beleépült. Tehát úgy kell csinálni, szerintem az hasznos, ha rájövünk, hogy mikor, mire van a legjobb idő, viszont azt megpróbáljuk napi rutin szerint tartani. És akkor így. Ez a karácsony hát mindenki számára más lesz, de nem is feltétlenül különbözik. Hát azoknak, akiknek nagyon nagy családjuk van, és nagyon összejövő, összejáró rokonság van, azoknak nyilván más lesz. De te miben tudod megfogalmazni? Mire számít az, hogy jó, ha az ember előre készül lélekben, hogy tudjam, hogy ez most kicsit más lesz, ne érjen váratlanul, és hogy engedjem, hogy a Jóisten ebből a helyzetből valami jót hozzon ki, akkor is egy kicsit tartok tőle, hogy is lesz. Én nagyon szeretem, mikor összejön a nagy család, ugye mi hárman voltunk testvérek, és akkor mindenki unoka, húgok, unoka, öcs, és ezt nagyon szeretem. De ez most lehetetlenség, mert a vírus miatt nem akarunk áthúzolni egyik család, másik család, ők is máshol le vannak kötve, tehát ez egy nagyon csendes karácsony lesz, egy nagyon csendes. De ennek talán az lesz a legjobb oka, vagy a eredménye, hogy nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e a torta, hogy feljön-e és fönnmarad-e és nem esik-e össze, hanem tényleg ebbe a karácsonyi történetbe valami olvasmánnyal elmerülni. Tehát én azt nagyon szeretem, mikor ilyen szent idők vannak, hogy akkor az ember elővesz valamilyen lelki olvasmányt. Egyszer például a káplán atya nyomott a kezembe egy ilyen könyvet karácsony idején, és de az is csak az ilyen kiinduló ahhoz, hogy maradjunk csöndben, figyeljünk arra, amit a Jóisten közölni akart ebben az évben velünk ezekkel a dolgokkal. És az is nagyon jó, amikor ugye az ember nem szavakkal imádkozik, vagy gondolatokkal, hanem teszi a mindenféle napi feladatait, és annyit tud, hogy itt vagyok én Isten jelenlétében. A tornaklubban van egy tagunk, aki nagyon szereti a Balatont, és azt szokta csinálni, hogy beúszik elég mélyre, fölfekszik háttal a vízre, és gyönyörködik a Jóistenben. Tehát ez a szemlélődés magyarán, és én azt várom ettől a mostani karácsonytól, hogy lesznek ilyen rövidebb, hosszabb idők, amikor a szemlélődésnek lehet szentelni az időt. Igen, ez megütötte a fülemet már először is ez a tornaklub, és most mondtad megint, hogy ez fontos számodra ez a csoport, ez a közösség. Igen. Most nem tudom, hogy a jelen körülmények között mennyire tudtok összejönni, vagy ez hogy zajlik, de mi az, amit ez nyújt neked? Hát barátság. Egymást kölcsönösen segítjük. Ugyanazokat a világnézeti elveket valljuk. Egymást erősítjük, meghallgatjuk. Ez egy plébániához kötődő? Nem, ez egy teljesen egy... Teljesen világi? De mégis úgy alakult a társaság magja, akik maradtunk öten-hatan, hogy mindenki templomba járó. Tehát
egymásra találtunk, egy lakásban ki van ürítve egy szoba, egy elég nagy szoba, ott tornászunk, és utána leülünk kávézni, és beszélgetünk. És valaki vezeti ezt a tornát? Igen, egy patikus. megtanulta a Pilates tornát, meg más ilyen gerinc segítő gyakorlatokat, és akkor ő vezényel, és mi pedig csináljuk. És utána kávéztok, és beszélgettek. Igen. Ez nagyszerű. És ebből a csoportból ketten például egy katolikus énekkarba is járnak együtt, egy katolikus énekkarba, és szóval ez egy ilyen nagyon érdekesen kialakult dolog, szomszédsági alapon, így jött össze, tehát nem tudok más mondani. Nem volt egy szándékos tervező, hogy na, így lett. Igen, nekem úgy tűnik, hogy a Jóisten az élet minden területén ad társakat, testvéreket és lehetőségeket. Igen. Ugye? És amit én nagyon szeretek a Csaba testvérnél, nem jut eszembe, Böjte Csaba, amikor azt mondta, hogy mikor úgy néz ki, hogy nincs megoldás. Tehát ez sokszor van, hogy úgy érzi az ember, hogy nincs megoldás, és nem tud röpködni. Akkor le kell ülni, és el kell kezdeni gondolkozni, hogy akkor mégis mi lehet, még ennek ellenére a megoldás. És ez például visszatérve erre a dominótiszra, ez is nekem így erőt ad időnként, hogy most kifutottunk már minden pénzből, minden erőből, minden lehetőségből, mi lesz most. És akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy de mi van, ha ennek a bizonyos skandináv társaságnak van akcelerátor programja, és van. Akkor végezetül kérlek, hogy mondd el még egyszer, tehát hogyha én szívesen kipróbálnám most akkor ingyen az első három ilyen témakörhöz tartozó dominó játékot, akkor hova kattintsak? Úgy van leírva, hogy dominotis.hu, tehát dominó, és ugye angolul ezt jobban tudod, mint én, notice, ugye észrevenni a megfelelő dominót. Én egyébként nem angolos vagyok, úgyhogy. Franciás. Igen. Tehát dominotice.hu. Uh-huh. Így néz ki. És ott elkalauzol már a honlap, hogy mit kell csinálni. És akkor úgy elkalauzol, hogy ilyen magamfajta idősebb és gyakorlatlan felhasználót is elvezet. Az szokott lenni a probléma, hogy akit most tudtunk megkérni szolgáltatót, hogy nála legyen, őnek ugye fizetni kell 900 forintot, annyiba kerül egy szócsoport, három van ingyen, a negyedik 900 forint, és a fizető eszköz, amit használunk, az is egy internetes eszköz, az nem ismert Magyarországon, és akkor az emberek megriadnak. Hát én biztos meg fogok riadni, ha eljutok odáig, mert megriadnak, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, igen. Megriadnak, és nem adják meg a bank adataikat, amit én nem is mondom, nem biztatok most senkit, hogy adja meg bátran, de mi kileteszteltük, semmi baj nincs abból, ha megadjuk meg, szerződésem van azzal a szolgáltatóval, tehát ez teljesen abszolút legális, tiszta minden, de én megértem, ha megriadnak attól, hogy meg kell adni a bankszámladatot, meg hogy maga az eszköz, amin meg lehet ezt venni, az angolul van. Ezért szeretnénk egy olyan webshopot, ahol ez a három játék ingyen letölthető, mint digitális termék, és csak az fizet, aki a negyediket is szeretné. Uh-huh. De a legvégső cél, mert ugye ez csak a minimum termék, mert ugye letöltjük, ahogy szoktuk, elindítjuk, exefáj, megnyitjuk, játszunk. De a legfőbb cél az lenne, hogy ez maga egy internetes játék lenne, amiben fiókok lennének, ahova belépünk, ugye mindenkinek az egyéni fiókja, és mindenki az egyéni fiókján belül játszhatna három játékot, és ha egy újhoz van kedve, akkor ott azon belül fizetne és kapna egy új játékot, és akkor ezt lehetne nemzetközi szinten csinálni, nem csak magyar nyelven. Úgyhogy ehhez lefoglaltam már a dominotis.com nevű doménnevet, és hát várom az újabb lehetőségeket, amikor lépni lehet. Ezért mondom, hogy terv az van, meg visszatérve a hangra, az is benne van, hogy mondja be a szót, hiszen akkor a kisgyerek új szót tanul, és nyilván akkor egy olyan embert fogunk megkérni a szavak felolvasására, aki anyanyelvi szinten beszél, vagy akinek anyanyelve az angol. De hát ezek még hol vannak? Tehát még a tervben vannak. Piroska, új oldaladról ismertelek meg, úgyhogy jövőre is várlak vissza, és akkor hát, ha még újabb területről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.